tehát másképp. Néha megtörténik az, hogy így hallok ilyen teológus bácsikat, most nem akarom néven nevezni őket, az Isten néven nevezi őket egyszer, és azt mondják, hogy hát másképp is történhetett volna. Mert Isten kifürkészhetetlen terveiben történhetett volna úgy, hogy nem hallnak Jézus, és amikor ezekkel a gondolatokkal találkozok, akkor eszembe jut, amit Benedek pápa mond erről, a Názáreti Jézus című könyvében, hogy ez nem történhetett másképp, azért, mert egy bűnös világban, amiben az emberiség került, Isten a megváltást csak az együtt szenvedéssel, az együttérzéssel, a kompasszióval tudja ebből belülről kiemelni. Tehát az, hogy mondjuk Isten így elkiáltotta volna magát a mennyből 2000 évvel ezelőtt az egész Földön, hogy meg vagytok váltva. Én hallottam ilyet egy teológus bácsi, hogy hát Isten úgyis megválthatta volna, hogy azt mondja, hogy kész, meg vagytok váltva. Vagy ledob egy követ a mennyből, és azt mondja, hogy na, ezzel lettetek magváltva. Hát nem. Ez nem igaz. Ennek így kellett lennia. Csak az Isten együtt szenvedő, a bűnbe, a szenvedésbe belülről belemegy, és azt a tisztaságával belülről szétrobbant. Belemegy a halálba, magára veszi, ő, aki az élet, aki maga az élet, belemegy a halálba, és ez belülről szétrobbantja, és abból föltámad, és örökre egyszer, és mindenkorra legyőzi a halál. Ez nem történt másképp. Egy bűnös világban. Ez épp olyan, mint hogy valaki bent fuldoklik a vízbe 50 méterre. És hárman állnak a parton. És beszélgetnek. Hát hogy lehetne megmenteni ezt az embert többet? Hát szerintem úgy, ha bedobunk neki egy pipacsot, majd belekapaszkodik. Mert úgy is megmenekülhetne, nem? A másikban rákiabál, te hülye vagy? Ez csak úgy menekülhet meg, ha valamelyikünk beúszik, érte? És kockáztatja az életét, hogy ő is maghal bele együtt, vagy úgy, hogy ő halmogam, az meg kiszabadul. Nem lehet másképp. Ez persze nem azt jelenti, hogy Isten rá van kényszerítve arra, hogy megváltson minket. Isten nincs arra rá kényszerítve, hogy maghaljon értünk. De ha meg akar minket menteni, a saját maga által alkotott logika szerint, akkor viszont neki ezt fel kell vállalnia. És ezért a köröztön Jézust nem a szöveg tartották, hanem a szeretetet. Azt, amikor ő ott függött. Azt nem azért nem jött le onnan, mert a szöveg ott tartották, és, hanem mert őt a szeretetet tartották. És ezért az, hogy ki az igazi Isten, az, hogy kicsoda Jézus Krisztus, ez a mai világban, mindenütt, a Major utcában is, maga nem érdekel ez a duma, maga akárhol az egyházban, a hívők között is, maga a nem hívők között, maga muzulmánok, zsidók, maga akárki között, ez a kérdés, ki az igazi Isten? Ki az erősebb? Ki az erősebb? Az Abba, vagy az Allah? Ki az erősebb? Egyáltalán melyik az, amelyik van? És az van, aki a szeretet által a halálon át is igazolta önmagát. Az van. Én másik Istennel nem akarok szóba állni, csak olyannal, amelyik a halált legyőzi. És ti se jelentek szóba másik Istennel. Csak olyannal, amelyik a saját önfeláldozó szeretetével képes arra, hogy téged minden félelmettől, minden tudatlanságodtól, minden bűnöttől, minden rajtad lévő átoktól, szenvedélybetegségtől
bűntudattól, lelkismeretfogástól, not mention. Csak ilyennel állj szóba. Amelyik Istennek nem ez a használati utasítása, azt ne vedd meg. Azt vidd vissza. Jó. Most imádkozzunk. Aki szeretné, hogy érte, imádkozzunk, és szeretne találkozni most ténylegesen azzal a Jézus Krisztussal, aki értek szemben, akkor gyere, állj fel, légy előre.